Sziasztok, országosok! Most rendhagyó módon, újabban kezdünk át rászokni ezekre a kis beszélgetős videókra, mert eléggé úgy jön le, hogy ezt eléggé nézitek is, meg eléggé sokat kommenteltek rá, mint mondjuk az előző Q&A videóra, és mivel új év, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor kicsit elmondanánk, hogy mit tervezünk ebben az évben. Persze ezeken kívül még lesznek dolgok, de mondjuk ami úgy az a része, ami számotokra érdekes lehet. Igen. Meg talán. Amit megcéloztunk mindenképpen. Igen. Lehet, hogy nem is fog megvalósulni, de az biztos, hogy lesz Greenboxunk. Azt igen. Már be is van rendelve, úgyhogy az már több, mint valószínű, hogy a következő egy-két hónapban már live is lesz. Már nem úgy live, jaj, Istenem! Nem. Mármint, hogy fog működni a dolog. Működni fog. Kileljük majd, hogy jó. Igen, de nem live nem lesz. De egyébként az is terve van. Hát ha már van. Itt szóba igen. Került. Terve van, de azt nem ígérjük most a 2016-ra, mert ugye át kell hozzá kábelezni, meg internetszolgáltatót, meg mindenféle rák, úgyhogy az még most bonyolult, de mindenképpen szeretnénk. Többen kérdeztétek, hogy lehet-e majd közösben live-olni, meg hogy igen. Akkor majd jöhettek-e, meg minden. Ha lesz, akkor mindenképpen lesz ilyen is, de most még ezt nem tudjuk megérni. Ja, meg veszek egy gépet. De Dávid vesz végre egy jó gépet. Glorious PC Master Race-hez fogunk csatlakozni hirtelen. Bezony. Nem is olyan soká. Úgyhogy baj fogjuk. Gyakorlatilag az heteken belül. Heteken belül. Erről is egyébként akarom majd egy videócskát, egy ilyen kis... Hogyan szerezzük be, milyen kis hangulatos lenne, nem? Ja, hogyan szerezzük? Elmenjünk, beüzemeljük, működik a fogad, meg ilyenek. Úgyhogy majd lesznek olyan gémek, mint például az Overwatch-ot beszéltük, amit majd lehet, hogy közösen fogunk tolni, mert eddig nem engedte meg a gépem. Ja. Nem szereti. Ugye nem szereted? Hát nem. Nem szereted. Gyenge. De most már lehet, hogy lesznek ilyenekre is lehetőségek, meg hát ezerféle gém. Milyen gémeket tervezünk? Na igen, az, hogy milyen gémeket tervezünk. Mert egyrészt az Overwatch az nyilván, de hát az még az nyár. Szeretnék. Tehát az még az eléggé soká lesz. Én annak azt nagyon örülök, hogy végre egy olyan végigjátszás sorozat van, amit néztek, ami ugye a stük. Igen. Ami nyilván ennek az az érdeme, hogy ugye a karakterre van építve az egész, hogy ugye mennyire kis béna, meg csúnya, meg szerencsétlen, de emiatt szerethető, meg mi is imádjuk. De nyilván szeretnénk ilyesmiket még csinálni, amiben jó az ilyen hülyeségfaktor, meg nagyot is. Tehát ami mondjuk számunkra is szórakoztat, mi nyilván jól elröhögünk egymáson, de az a lényeg, hogy ugye ti is hasonlóképpen. Ez nem mindig kerül, tehát ez nem mindig olyan, hogy felkerülhessen az internetre. Hát sajnos, igen. És még abban gondoljatok benne, hogy mennyi minden van kivágva, amire azt mondjuk, hogy na ezt nem, ezt majd biztos. Majd amikor már mindegy lesz, minden mindegy lesz, akkor majd lesz egy olyan rész. Nem, olyan sose lesz. Nem, olyan nem, nem hiszem. Majd félig lesz olyan. Nem, mert tényleg ez valószínűleg, ezt kiperkeltük még 14 éves korunkban, hogy tudunk nagyon, nagyon durván paraszt dolgokat mondani, amit mondjuk megsértünk vele 1000 embert per videó, és ezt még nem szeretnénk. Visszatérve a játékokra, tehát, hogy én mondjuk nagyon várom a Division-t, meg annak múlt is része is van, meg azt már alapból tervezzük másokkal is játszani, de hogyha mondjuk valamelyikötök veszi a Division-t, akkor az, vagy tervezi, akkor az szóljon, mert azt simán nyomhatjuk közösbe. De viszont ezen kívül én nekem nincsen olyan gém, amit várnék hiperállatmódon most 2016-ban. Hát hiperállatmódon amúgy nekem se, de még nem nagyon mondták el, hogy mik lesznek azok, amik lesz egy csomó, én azt nem mondom, lesz, meg úgy nagyjából megvannak, mert ugye lesz a Dishonored 2 és Hitman jó, is, mondjuk, de... igen, a Dishonored 2 az nekem se, kifejezetten, és tehát amiket én általában várok, azok nem ilyen nagy gémek, és hát nagyon kevés. Most idén is Fallout volt. Úgyhogy én ilyen kicsikbe. Amikor láttok olyan videókat, amiket nem néz meg szinte senki, na az én ötletem. Nem, ez nem igaz, mert azért oda tartozik a Five Nights at Freddy's videók is. Igen, tényleg egyébként az ilyen horroros dolgokat régen csináltunk, de azt is kellene. Igen, csak az ugye elapadt. Elapadt az is az ilyen nézettség érdeklődés hiányába. Hát nem most télen, vagyis hát november, meg előtte jöttek mondjuk a november a nagy gémek. De azt is, ha lesz valami durva, horror is, nem Freddy, mert mondjuk arról is kéne, de ha mondjuk valami izgalmasabb lesz, mint mondjuk a Somast, nézzétek! Nézzétek, mert az olyan szíves, olyasmi, mert nagyon szívesen. De nem mondjuk a Frictional Games-nek nincsen.
most bejelentett. Azt nem tudom, hogy a Witcherék készítője az a Cyberpunk. Jaj, a Cyberpunk. Hogy az idei lesz-e. Hát az alakul. Mert az még mondjuk érdekelne, de az szerintem az legjobb alakul. Esetben is november idén. Igen, tehát ez nem mostanában. LOL az nyilván lesz a csatornán. LOL az lesz, persze. Azt ugye nagy butaság lenne részünkről is abba hagyni. Mit szoktunk még tolni folyamatosan? Cségót szoktunk cségózni, és én fejlődgetek. Ja, ugye? Ja. Tisztelettel folyamatosan, legalábbis amennyit lehet. Csak ugye a cségózás az ugye abba fog maradni az Overwatchnál, mint a szél. Igen. Kb. Megadhattok nyugodtan tűzöteteket. Ez most nem olyan akar lenni, mint amikor kérják a 8 évesek, hogy miről legyen videó. Mert nyilván van ötletünk magunktól is, de hogyha valamit többen szeretnétek, ja. Mert az, hogy random mindenki bebefögi, és azért is más mondok, mint amit az előző mondott, az... Minecraft, de ha ez... Ha jön 15 komment Minecraft, én Minecraft az okaiba főbe, de Dávid is, mert azt még bírja még a mostani gépe is, meg mindkettőnek megvan a Minecraft, úgyhogy... Megvettük. Nem sok játékot veszek, de Minecraftot... Majd lesznek ilyen kis szavazásos dolgok. Tehát, hogy... Ja, igen. Volt tavaly is, hogy így megkérdeztük. Igen, szavazásos állapot. Ugye a Facebookon, ami már valószínűleg rommá van lájkolva mindenki által, de aki még nem lájkolt, az most nagyon gyorsan menjen, ott van a leírásban a linkje. Még egyszer nagyon fáj. Megvan a Facebook csoportunk is, és ott csináltuk ezt a szavazósdit. Igen. Ezt általában a felvételek előtt kérdeztük be, mondjuk volt ilyen kétszer vagy egyszer. Hát párszor volt, de majd ezt is sűríteni. Igen, hogy akkor miből legyen új videó. És de akkor... a Facebook nagyon fontos, mert az ugye ott van az élet, ott van a pesgés. Bizony. Ott tudjátok meg a friss infokat, például azokat, hogy mikor lehet lolozni közösen. Ja. Mert ezren kérdezitek, hogy lehet-e velünk lolozni valamikor, és igen, csak mindig leírjuk, hogy kövessetek Facebookon, és utána se. Tehát, hogy utána is megkérdezhetek, hogy mi a perc tisztelet a kivételnek, de ha lájkoltok minket Facebookon, akkor ott folyamatosan ott lesz, mert egy havonta be akarok egyet szervezni, eddig nagyjából meg is van. Nem mindig fix, mondjuk 14-én, de általában második felének a hónapban szokott lenni közös játék LOL, eddig csak LOL, aztán mi meglátjuk, de főleg LOL lesz. Meg ilyen személyes találkozó, igazából majdnem, hogy elég sok gamer rendezvényen, majdnem, hogyha mondjuk, igen, majdnem, hogy elég sok gamer rendezvényen ott vagyunk, ami lehet a Play-t, vagy Mondókon, vagy mondjuk ilyen lolos bajnokságok, ahova szoktak hívni minket. Főleg Pest. Igen, bár mondjuk most már az már vidék felé is ugye kacsingattunk, meg még úgy néz ki, hogy fogunk is. Ami más kérdésetek van, azt ugyanúgy a Q&A-s videó alá tudjátok tolni, és akkor abból majd megint csinálunk majd új részt, azokat ott megválaszolgatjuk. Igen. Igen, de ez alapból is ment, tehát úgy láttam, hogy azért érkeztek rá, mondjuk lehet a folytköv az segített a dolgok előrejutatásában, de tényleg folytköv, tehát hogy lesz még ilyen kivenni. Ha lesznek kérdések, ennyi. 2016-ra terv, meg hogy legyünk minél többen országosok, világiak, galaktikusok, haverjaink és legjobb barátaink. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy néztetek minket ma is. Akire tetszett a videó és lájkolta, az haverunk. Aki kommentet vagy szeretne az országos padunk. És aki még fel is iratkozott, az intergalaktikus cimboránk, és tartsatok velünk 2016-ban is. Igen, úgyhogy tisztelet! Na, Cice, te mit csinálsz 2016-ban, mondjad? Igen lesz? Semmi. Kretén lesz, meg semmit nem csinál. Semmit, aludni fogsz. Elbasztaslak, jó?